Jó estét kívánok! A Tatai Televízió napi híradóját január 10-én szerda este látják, tartsanak velünk! Magyari Zoltánra és Benda Kálmára emlékeztek. Változások a helyi buszközlekedésben a 2024-es esztendőben. Pozitívan értékelték az ünnepi időszak tapasztalatait megyénk rendőrei. A réti csíkot választották az év halának. A Tatai Népfőiskola alapításáról és annak alapítóiról emlékezett meg a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaság az egykori Tatai Népfőiskola helyszínén elhelyezett emléktáblánál. A rendezvény első felében köszöntő beszédek hangzottak el, majd ezt követően koszorúkat helyeztek el a megemlékezők. 1940. január 7-én indult az oktatás a Tatai Népfőiskolán Benda Kálmán vezetésével és a Magyar Közigazgatástudományi Intézet közbenjárására, melynek létrehozója és igazgatója 1931-től Magyari Zoltán volt. Ez alkalomból emlékezett meg a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaság az alapítókról, és idézte fel Magyari Zoltán és a Népfőiskola szellemi örökségét. Az ünnepség kezdetén köszöntő beszédek hangoztak el dr. Kanc Csaba főispántól, a Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivatal vezető dr. Horváth Józseftől, Tataváros jegyzőjétől, Borsó Tibortól, a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaság elnökétől, valamint Kárpáti Árpádtól, a Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózat megbízott vezetőjétől. Jó gondolat volt az a 22 embernek az a gondolata, hogy a rendszerváltozás hajnalának az elején tenni akartak, többet akartak tenni a közösségükért, a településükért, a járásukért, a megyéjükért, az országért, mint amit a főállásba vállalnának, és ezért létrehozták ezt a népfőiskolát, és olyan múltra nyúltak vissza, mint Magyari Zoltán, hiszen névadóvá tették. Az a szemlélet, az életfelfogás, az a hazaszeretet, az az emberek iránti elkötelezett szolgálat, amit a magyariból mi átvettünk és gyakorlunk, és nem csak emléktáblákat, mint itt is szerepel, nem csak emlékoszlopokat, szobrokat, emlékműveket állította a népfőiskola, hanem népfőiskola segítségével az a település, az itt élő emberek, a közösségek létrehozták az ország 5. felnőtt képzési központját, ahol felsőfokú képzésben a volt Piarista rendházban tudás iránt érdeklődők megkaphatják azt az információkat, amivel a szakmájukat még jobban tudják vinni. Magyari ház épült, magyari tudásközpont épült, az itt lévő embereknek a minél jobb szolgálata. És azt gondolom, hogy ennél jobb alapokat és ennél híresebb embernek a szakmai múltjához kötődő civil szervezetet vezetni, igen nagy felelősség, feladat. És ha bár loptam egy idézetet, de akár mondhatnánk azt is, hogy ezt is Magyari találta ki, Magyari mondta, engedjék meg, hogy felolvassam, hogy a hit látja a láthatatlant, elhiszi a hihetetlent, és eléri a lehetetlent. A rendezvény zárásaként a megemlékezés koszorúit helyezték el a megjelentek. Tataváros önkormányzat képviselőtestületének döntése alapján közel 98% kedvezménnyel vásárolhatják meg teljes áru bérletüket a Tatán vagy a Tatai kistérség településein élő állandó vagy ideiglenes lakcímkártyával rendelkező magánszemélyek, valamint a munkáltató igazolása alapján a Tatán munkát vállalók. Meghatározó változások lépnek életbe Tataváros életében a 2024-es esztendőben. Február 1-től jelentős kedvezménnyel, közel 98%-os árengedménnyel vásárolhatják meg teljes áru bérleteiket azok az utasok, akik Tatán vagy a Tatai kistérség településein élnek, állandó vagy ideiglenes lakcímkártyával rendelkező magánszemélyek, valamint a munkáltatói igazolások alapján jogosultak erre. A 2023. évre megváltott helyi járatos bérletek 2024. február 5-ig érvényesek. Egy nagyon fontos változás történik 2024. február 1-től a helyi tömegközlekedésnek a díjszabásában. Erről döntött tavaly decemberben a képviselőtestület.
Volánbusz ZRT-nek a javaslata alapján tulajdonképpen, hiszen még egy hónappal korábban volt egy másik döntése a testületnek, erre történt egy egyeztetés a Volánbusz ZRT-vel, és az ő kérésük az volt, hogy a jogszabályi feltételeknek való megfelelés, illetve a különféle statisztikáknak az elszámolhatósága, valamint az utasbiztosításoknak a megköttetése érdekében ne szerepeljenek nullás tételek a díjszabásban. Ennek a következménye, hogy így 97%-os kedvezménnyel fognak tudni hozzájutni a Tatán, akár ideiglenes vagy állandó lakcímmel, illetve a kistérség településein ideiglenes vagy állandó lakcímmel rendelkezők, valamint azok a személyek, akik Tatán dolgoznak, és ezt a munkáltatójuk egy igazolással számukra igazolja. Erre lehetőségük most első körben egészen biztosan az autóbuszállomáson lesz majd, hogy megváltsák az ilyen kedvezménnyel járó jegyeket, illetve bérleteket. Ugye havi bérletekről van szó, abban az esetben 150 forintos költséggel kell számolniuk, hogyha éves bérletet váltanak, akkor pedig 1800 forintos költséggel kell számolniuk. Ugye ez nem vonatkozik a nyugdíjas, illetve a diák bérletekre, azok egységesen 1200 forintos áron megvásárolhatók, éves bérletekről beszélünk, illetve 120 forint ugye a havi költsége, és gyakorlatilag arról van szó, hogy a általános és középiskolás Tatán tanuló diákoknak továbbra is térítésmentesen biztosítja a helyi tömegközlekedés használatát az önkormányzat, tehát itt a teljes áru felnőtt bérletekről van szó, ezeknek az ára alakul úgy, hogy 150 forint havi, vagy pedig 1800 forint éves áron válthatók meg, és nagyon fontos tehát, hogy ezeket az igazoló dokumentumokat, lakcímkártyát, vagy akár munkáltatói igazolást, ezt vigyék magukkal akkor, amikor megváltják a jegyüket. Tehát az autóbuszállomáson jelen pillanatban, ott a jegypénztárban tehetik majd meg ezt. Február 1-től lép életbe ez a rendelkezés. Addig viszont, akinek volt 2023. decemberére érvényes havi bérlete, ő használhatja február 5-éig, február 5-én éjfélig addig érvényes a bérlete, tehát utána szükséges neki megváltani ezt az új bérletet, vagy a havi, vagy pedig az éves formában, ahogyan szeretné. És nagyon fontos az, hogy folytatunk most egyeztetéseket a Volánnal arra vonatkozóan, hogy más árusítóhelyek is legyenek. A korábbiakban is lehetett már a postán bérletet vásárolni, ennek a lehetőségét szeretnénk most is megteremteni, illetve azt, hogy a vasútállomáson is akár meg lehessen vásárolni. Így azért biztosított lesz a város teljes területén a lefedettség, tehát nem kell feltétlenül mindenkinek majd a későbbiekben az autóbuszállomásra bemennie, hogyha ilyen jegyet, bérletet, pontosabban bérletet szeretne vásárolni. Én arra kérek minden tatait, hogy éljen most ezzel a lehetőséggel, hiszen tulajdonképpen tényleg egy jelképes összegért, 150 forintért havonta, vagy 1800 forintért évente igénybe veheti a tömegközlekedést korlátozás nélkül, bármikor jöhet olyan eset vagy alkalom, amikor erre szüksége lehet. Mi bízunk abban, hogy ez sokakat rávesz majd arra, hogy aki eddig akár mondjuk autóval közlekedett, az többet használja a tömegközlekedést, hiszen azért azt látjuk folyamatosan, hogy sajnos csökkent a tömegközlekedésen utazók száma, miközben egyébként a költségek pedig folyamatosan nőttek a városnak, és így a tataiaknak a közös költségei ezzel kapcsolatban, tehát reméljük, hogy ezek az arányok jövőben javulni fognak. Sikeresek voltak a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság figyelemfelhívó akciói az ünnepi időszak veszélyeit illetően. Az egyenruhások kiemelték, bár az ittas vezetés és a kisebb közlekedési balesetek most is okoztak problémákat, a betörések, rablások és a petárda használat terén pozitívak a tendenciák. Elérték a lakosságot a rendőrség felhívásai, jó tanácsai az adventi és az újévi időszakban. A tapasztalatok azt mutatják, a klasszikus bűncselekmények nem voltak jellemzők, követve az elmúlt évek statisztikáját. Leginkább a zseblopásokra, lakásbetörésekre, gépjárműfeltörésekre szoktuk ebben az időszakban felhívni a figyelmet, és azt tapasztaltuk, hogy elvétve ugyan egy-egy zseblopásról ugyan érkezett bejelentés, de nem volt egyáltalán nagy számban jelen az ilyen jogellenes cselekményeknek a száma. Viszont amiben még mindig van egy kis hiányosság, és amiben a kollégáimnak a szilveszteri időszakban is intézkedniük kellett, az a közlekedési szabálysértések témaköre.
tehát a kisebb jellegű szabálysértések, illetve az ittas járművezetés, az még mindig jellemző. Ez az elmúlt években is egyébként így volt, az ittas járművezetés minden évben feladatot ad kollégáimnak, nem csak a szilveszteri időszakban, hanem az év egész terjedelmében. De december 31-én és január 1-én egyébként a közlekedési szabálysértések közül az elsőbségi jog meg nem adása miatt kellett a legtöbb esetben intézkedniük. Hazánkban a petárdák árusítása és vásárlásuk egyaránt szabálysértésnek számít, amit akár 50 ezer forintig terjedő pénzbüntetéssel szankcionál a törvény. E tekintetben nagyon pozitívak az elmúlt évek változásai. Nem tapasztaltunk ezzel kapcsolatban szabályszegést az ünnepi időszakban. Talán ebben a tárgykörben Tatavárosa, ami kiemelendő, hiszen ott a Csendes Szilveszter nevű kezdeményezés miatt egy kicsit más jellegű feladatai is voltak kollégáimnak, mint amit a vármegye egész területén el kell látniuk ebben az időszakban, de Tatával kapcsolatban is el tudom azt mondani, hogy kollégáimnak ugyan kellett figyelmeztetéssel élniük bizonyos esetekben, de ezek a figyelmeztetések mind megelőzték azt, hogy az adott pirotechnikai eszközt elműködtessék, tehát nem kellett jogsértő cselekmény miatt eljárást indítaniuk, a figyelmeztetés elég szankciónak bizonyult, és az érintettek nem is működtették el az adott pirotechnikai eszközt. Megyénk rendőrei pedig szabad idejükben sem restek intézkedni, ha bűncselekménnyel találkoznak. A vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint szilveszter éjszaka egyik kollégájuk, Körmendi István törzszászlós helyezte szolgálatba magát, aki egy festékszórós házrongálást függesztett fel. A Magyar Haltani Társaság szervezésében már 15. alkalommal került sor az évhala megválasztására. A szavazók 3 halfajta közül választhatták ki a számukra legszimpatikusabbat. A réti csík, a garda és a lapos keszeg volt versenyben. A voksokat december 31-e 12 óráig lehetett leadni, ahol végül a réti csík került ki győztesként. A Magyar Haltani Társaság ismét meghirdette az évhala szavazást, ahol 3 halfaj közül került kiválasztásra a győztes. A réti csík, a garda és a lapos keszeg. A beérkezett 3875 szavazat 21%-ával a lapos keszeg 3. helyezett lett, a garda 30%-kal a 2., a győztes réti csík pedig a voksok közel felét szerezte meg. Hát emlékezetem nem csak akkor 15. alkalommal lett kiírásra az évhala szavazás, amelyet a Magyar Haltani Társaság jegyez, és idén a réti csík lett az évhala, ami egyébként elég érdekes, mert ugye azért egy hasonló élettérben kell elképzelni, mint a tavalyi győztes, az pedig a lápipóc volt. Hát a Magyar Haltani Társaság írja ki ezt a szavazást, és minden évben 3 halat jelöl meg, amelyek közül ugye választhatnak a horgászok, vagy bárki, aki szavazni szeretne. Idén a lapos keszeg volt, amire szavazhattunk, illetve a garda, az is egy nagyon érdekes halfaj, illetve hát a nyertes a réti csík. Egy nagyon érdekes hal egyébként a réti csík, és hogy ebből is látszik, hogy mennyire változik az élőhely, hogy régen külön szakma volt a csíkászok, ugye tudva levő erről arról, hogy nagyon-nagyon nagy túlélő, tehát hogy amikor az iszapos, lápos, mocsaras területekről visszahúzódott a víz, és más halak már visszahúzódtak az élőhelyre, vagy elpusztultak, akkor még ő túlélte, leásta magát, és nagyon-nagyon sokáig bírta, úgy teljesen lelassult a keringése, és ezáltal túlélte ezeket, és nagyon érdekes, hogy amikor hozzá akartak jutni ehhez a halhoz, akár a csíkászok, vagy akár az ott élők, akkor egyszerűen csak kiásták az iszapból, tudták, amelyek a legmélyebb pontjai az adott területnek, és hogy oda, hát mondjuk azt, hogy befészkelte magát ez a hal, és utána megették 30 centisre is. Megnő, és még hogyha egy érdekességet szeretnénk említeni, akkor hogy 5 pár bajsza van, ugye nyilván, hogy ez azért van, mert hogy hasonlóan a harcsához, hogy tapogatja az alját a medernek, és úgy jut hozzá a táplálékhoz, ami egyébként minden evő. Hát így a mi területeinken nem nagyon, most azért a Tátiákba egy párat sikerült fogniuk a horgászoknak, egyébként védett hal, tehát mindenképpen vissza kell, hogy kerüljön az élőhelyére, viszont a folyamszabályozások által itt nálunk nem nagyon fordul elő, azért délebre a Tiszán, illetve a Dunán az iszaposabb területekre van nagyobb helye van, és több ideig kimmarad a folyó, vagy az elöntött területek, ott azért nagyobb számban megtalálhatók.
A Megyei Horgászszövetség célkitűzései között szerepel megőrizni vizeink élővilágának sokszínűségét, az abban lévő fajok változatosságát, ezért idegen honos és invazív fajok nem kerülhetnek a Dunába. A ritka őshonos halak közül az elmúlt években kecsegét és mennyhalat telepítettek a folyóba. A kedvező törvényi környezet is hozzájárul a jelentős mennyiségű hal telepítéshez. Ez az egyre növekvő horgásztársadalom számára biztosítja a fogás élményét és az aktív kikapcsolódás lehetőségét. Tisztelettel vár minden érdeklődőt a 81 évvel ezelőtt történt Don Uribi áttörés eseményeire emlékező rendezvényére a Honvéd Bajtársi Klub, a Magyar Honvédség Klapka György első páncélos dandár és Tataváros önkormányzata szervezésében január 12-én pénteken délelőtt 10 órától. Az esemény Tatán a Várkanyarban lévő II. Világháborús emlékműnél kerül megrendezésre. Tataváros önkormányzata és Tataváros diák önkormányzata felhívja a figyelmet, hogy február 9-én 12 óráig lehet jelentkezni a téli hegzatlon versenyre, amelynek helyszíne a Kőkúti Általános Iskola jégpályája. A megmérettetésre a középfokú oktatási intézmények és általános iskolák 5 fős csapatainak jelentkezését várják. Nevezni a csertegistvánkukac@gmail.com e-mail címen lehetséges, a diákok névsorával és a kísérő tanár nevével feltüntetve. Fontos információ, hogy az eseményen egyszerre versenyeznek a középfok csapatai és egyszerre az általános iskolák csapatai. A játékosok vizet, édességet és valamennyi csapat oklevelet kap. A verseny alatt egészségügyi felügyeletet biztosítanak. Szerda esti híreink következnek egy-egy mondatban. Magyari Zoltánra és Benda Kálmára emlékeztek. Változások a helyi buszközlekedésben a 2024-es esztendőben. Pozitívan értékelték az ünnepi időszak tapasztalatait megyénk rendőrei. A réti csíkot választották az év halának. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Január 10-én szerda este a Tatai Televízió napi híradóját látták. Viszontlátásra!